Szeretettel köszöntök mindenkit a Filharmónia Magyarország podcast sorozatának következő részében. Én Galán Géza vagyok, ma pedig Budavári Attillával, aranykoszorús építő mesterrel, illetve Szamosi Szabolcs organaművészel beszélgetek. Sziasztok! Sziasztok! Rögtön felmerült egy kérdés. Mi az, hogy aranykoszorús? Mert nemrég még ez is koszorús voltál, hogyan lettél aranykoszorús orgonaépítőmester? Ez igazából egy ilyen tiszteletbeli cím, ez nem olyan, mint hogy valaki már fekete danos, vagy valami <laughs> nagyobb karatévizsga után megkapja ezt a címet. Engem erre javasoltak, mert hogy komoly eredményeket értünk el az én cégemmel a, a szakmán belül. Komoly referenciáink vannak erre, minket előterjesztettek, vagy engem, és akkor így ezt a címet megkaptam. Gratulálok. Sok szakmát ismerünk, és nagyon sok szakmával találkoznak a fiatal diákok most már a pályaválasztási napokon, de ritkán jön szembe az orgonaépítés, mint olyan. Most két olyan emberrel beszélgetek, akik az orgonával elég szoros kapcsolatban vannak ki innen, ki onnan. Attila, neked ez, a, ez, a, ez, az út hogyan tárult föl? Ugye azért a családodból valamelyes ez következik. Mesélj egy picit erről. Hát 12 éves, 12 és fél éves fiú voltam, amikor az iskolában megkérdezték, hogy mi leszel, ha nagy leszel, és akkor én erre ezt írtam be, hogy orgonaépítő, mert hogy dédapám, ükapám és összesen heten voltak a, a, családból orgonaépítők, és ezt anélkül mondtam, hogy tudtam volna, hogy mit jelent ez, és akkor mondták a szüleim, hogy szerintük ez nem fog működni, mert ebbe az országban, meg ebbe a politikai környezetben erre nincs szükség, és akkor én a Csak azért is miatt lettem organépítő, mert ők annyira mondták, hogy szerintük ez nem, én meg annyira mondtam, hogy na most figyeljétek. Egy kamaszkori megért. lázadás? Abszolút, tehát én beleragadtam ebbe a Csak azért isből. És <laughs> megbántad már? <laughs> hát van, van olyan, van olyan a, a, amikor hideg a templom, meg az ember húsz órázik, meg stb., amikor azt mondja az ember, hogy lehettem volna zenekari oboista is, akkor az most jobb lenne. De igen, egyébként ez egy fölmerült bennem ez a kérdés, hogy, hogy... Mi van akkor, ha valaki nem lesz sikeres orgonaépítő? építő? Tehát ugye itt azért nem az van, hogy oké, okay, akkor megyek egy másik céghez, vagy ugrálok a, a, a piacon, hanem gyakorlatilag gondolom, hogy kevés szereplője van a szakmának. Tehát neked egy út volt a legjobbnak lenni? Tulajdonképpen nem akartam én a legjobb lenni, csak egyszerűen mondjuk bennem volt ez a maximalizmus, de arra meg, hogyha valaki ebben nem elég jó, akkor az abba hagyja ezt a szakmát. 10-20 év után simán kiszállnak, és elmennek más csinálni. És az, hogy te ezt szereted is csinálni, az mikor derült ki? Hát nagyon-nagyon sűrű az élet, nem volt idő megállni, belegondolni. Én nem is gondoltam, de Szer no, akkor csinálni. most itt a kérdés. Igen. Hát a sikerülménye az nagyon jó dolog, amikor van egy klassz hangszer, meg egy organa szentelő, de ez nagyon kevés arányaiban ahhoz képest, hogy, hogy mondjuk 50 ezer óra egy nagy orgona, vagy akár 100 ezer munkaóra, vagy csak egy kis felújítás is pár száz óra, vagy egy -két ezer óra, és ehhez képest az a siker, amikor a végén tisztán szól a hangszer, meg e, nagyon klassz egyházközségekkel is találkozunk, és e, barátságok alakulnak plébánossal, szerzetesekkel, ez kevés. Tehát itt nagyon kevés az, amikor hab van a tortán, sokkal több az szag ebbe az egészbe. Kicsit ugorjunk oda az időbe, hogy mikor ismerkedtetek ti össze? Tehát mennyire fontos az, hogy mondjuk egy készítő mester és a, a hangszert használó zenész is elő vagy utóbb szakmai kapcsolatba lépjenek, és milyen a viszony a zenészek és a készítők között? Ez egy izgalmas dolog. Tehát kaptok visszajelzést a zenészektől, hogy figyelj, csak próbáltam azt a nem tudom melyik orgonát, a, a és ott valami nem stimmel. Milyen, egy kapcsolat? Mire van szükségetek nektek visszajelzésben? És ti milyen kapcsolatban vagytok orgonisták az orgonakészítővel? Hát nekünk szerintem az ismerettségünk régebbi, mint a szakmai kapcsolatunk. 88-90. Igen. Körülbelül. vagyunk. Szerintem mind a két érettségi Hát ez egy jó évjárat, úgy gondolom ez Sokan Orgona szempontból ebbe. mindenképp. Orgona szempontból, de zenei szempontból is azt gondolom. Hát a Székes egyházba már találkoztunk, már az orgonálásom előtt is, és utána lett egyre szorosabb a kapcsolat, amikor az Egyház megyébe készültek el hangszerek, és mentünk az átadásra, különösen nagy élmény számomra még, a legelső alkalom, amikor Paksra mentünk, az Zangster Jóska bácsival vitt minket a, az Egyházmegyei Vagyonkezelő úr az Orgona átadásra, és az volt az első hangszer, egy mechanikus Orgona, amit így megtekinthettem, és hát azóta nagyon sok volt. Az szerintem különösen is fontos és jó a Pécsi Orgona építő manufaktúrában, Attilláékban, hogy hát nekik valóban meg lehet mondani, hogy mi a probléma, mert nagyon sokszor még visszautalok az egyik előző kérdésedre, hogy szerintem sokan próbálnak érteni az orgonaépítéshez. Nagyon sokan vannak olyanok az országban, akik bütykölik a hangszert. És olykor-olykor több kárt okoznak benne, mint hasznot. És velük az ember óvatos is. Oda megyek egy koncertre, ahol a helyi kántor nagy büszkén elmeséli a kis 500 fős faluba, hogy ő most rendbe rakta a koncertre az orgonát, és ragyog az arca, és hogy mondjam meg, hogy milyen, hát nincs szívem sokszor megmondani, de hát szerencsére az építőknek ugye ez a dolguk, ez a foglalkozásuk, úgyhogy velük lehet erről beszélgetni, hogy mi az, ami jobban tetszik, mi az, ami kevésbé, és azt gondolom, hogy ez egy, egy fontos és nagy dolog, így most már ugye évtizedek óta dolgozunk együtt különböző formákba, különböző munkahelyek kapcsolódnak össze, a Pécsi Orgona építő manufaktúrái az, az, fix, az enyém az néha megváltozik egy kicsit. Olyan is van, hogy mondjuk egy készülőben lévő Orgonánál megkértek egy zenészt, akár a Szabolcsot, hogy próbálja ki, adjon visszajelzést? Igen, ilyen is van. Visszatérve még az előző kérdésre, Szabolcsra én úgy emlékszem vissza, hogy ilyen 84-88 között nem sokat találkozhattunk, mert ő eleve Pannon Hamidiák volt. Amikor ő már hazajött Pécsre, és egyetemista volt, én meg azokban az években kezdtem Budapestre járni, de minden hétvégén itthon voltam, ő már akkor fiatalként orgonált a Székesegyházban. Körülbelül 88-90-re tehetem azt, hogy mi azóta hogy jobba vagyunk. Itt elhangzott már egy név, és ezt a nevet kicsit fejtsük ki a, a nézőink számára. A Filharmonia Magyarországnak a, a Pécsi Orgona a neve is, ugye ez egy Angszer Orgona Bérlet, Angszer Józsefről és a Pécsi Műhelyről van szó. Egy picit helyezzük el a, a, az esetleg még nem ebben a témában nem járt tas nézőknek, hogy pontosan ki is volt ő, és mi is volt, honnan ered a Pécsi Orgona Gyártás története. őtök kezdi? Hát talán a, annak idején, mikor még sok orgona sétát tartottam a pécsi közönségnek a templomok között, elmentünk az zsinagógába is, ami az 1867-68-ban indult angstergyár első hangszere, és hát az nagyon izgalmas, nagyon különleges élmény azon a hangszeren játszani, azt megnézni, amilyen kapcsolók vannak rajta. És annak ellenére, hogy a 19. században vagyunk, olyan fantasztikus kombinációs lehetőségek vannak. Ugye az informatika előtti időkről beszélünk a számítógép előtti időkről, hogy tulajdonképpen, amikor ott a zsinagógában ennek a hangszernek a felújítása után az újra átadása volt, segítség nélkül tudtam rajta játszani. Hát ez majd talán egy újabb beszélgetés témája, hogy az orgonistának a számítógép előtti időkben segítségre volt szüksége, hogy a regisztereket kapcsolgassa. Tehát valaki odaállt. Valaki, igen, és azokat nyomkodja. És például ezen az első angster gyári hangszeren már ő olyan regisztercsoportokat kapcsolt össze, és ilyen nem olyan könnyen lenyomható pedálokkal voltak, ezek kibe kapcsolhatók. Hogy az nagyon ö, nagyot segített az orgonálásban, illetve lehetővé tette, hogy egyedül kapcsolgassam ezeket. Ami még szintén a mai napig különleges abban az első hangszerben, hogy dupla redőny volt. Tehát ilyen manapság nem nagyon van hangszereken, hogy egy sípcsoport be van zárva egy dobozba és van előtte egy redőnyajtó, amit nyitni, csukni lehet egy pedállal, és van előtte még egy redőnyajtó, tehát így duplán lehet Ez hangerőt, hangerőt szabályoz. szabályozni, halkat és hangosat, és még, ami nagyon fontos ebbe a hangsterbe, angster annak idején Párizsban tanult hosszabb ideig cavaillé aki az egész világon minden orgonistának, orgonaművésznek egy etalona a cole orgonagyár. Franciaországban nagyon sok szép példája van ennek a gyárnak, és ebben a pécsi zsinagóga orgonában még vannak sípok, amit abból a gyárból vásárolt, és Hát ez a különleges kapcsolat és kötődés megjelenik teljes egészében a hangszerben és a gyárban, amely később közel 1500 hangszert épített föl, de úgy tudom, hogy Attilának még családi kapcsolatok is vannak ehhez a gyárhoz, tehát ő, ő még, még többet tudna mesélni. Hát visszatérnék akkor erre az elsőre, az első hangszer Józsefre, aki Párizsba tanult. Egyrészt a fülébe fantasztikus módon elmentette azokat a hangokat, amiket ott ő hallott. Volt úgy látszik egy jó hangmemóriája is, mert ő ezt a hangszert olyan hangúvá alakította, hogy ez lehetne egy Párizsban ö, is szóló hangszer, de sikerült Párizsban több eredeti kávajékalornába bemászni, és ott fényképeztünk. Gyakorlatilag az egy az egybe egy Tehát fantasztikus módon, fényképező gép nélkül mindent lerajzolt. Uh -huh. Még a fuvónak, a légtartályoknak a, a, kas, a pap, kasír papírja is ugyanolyan színű, mint ott volt. Egy az egybe mindent lemásolt fantasztikus módon az ő zsenialitásával, és ezt a minőséget hozta ide Pécsre. Itt egy sokkal elmaradottabb hangszerkészítés volt. Ő ezt egy-két egy lépcsővel, három lépcsővel feljebbről tudta folytatni akkor. Na, ő volt az első generáció? És Majd... bocsánat, még egyet hadd meséljek el, nagyon izgalmas, hogy ő annyira jó tanítványa volt kavajékolnak, hogy ugyanúgy járt uh, velük Angszer József, mint uh, Bach Buxtehudéval Lübeckben, Ugye Buxtehuda szerette volna, hogyha Bach ott marad és az egyik lányát elveszi és átveszi az állását. Hát ugyanilyen tervei voltak egy uh, kavajékolos főmérnöknek. Valami unukahúg is volt igen, a dologba, igen, hogy ezt... ugye azt szerették volna, hogy ott igen, marad Angszer? Igen, igen. igen, igen. És akkor én igazából már a harmadik generációt tudnám jobban ismerni, de valójában az Angster gyár az három generációs volt. Az én családomból, a ők például Bécsből ott dolgoztak Többen, egy, nem tudom pontosan melyik orgona cégeknél, őket ide Pécsre szerződtették, illetve volt, aki ott született, de már itt az Angsternél tanulta a szakmát, itt nasoskodott, és ez az első generáció idejében is megvolt, már a második generációt végig dolgozták, és a harmadik generációba is fiatal emberként nagyon sokszor visszaemlékezett az ükapámra, a dédapámra a harmadik generáció, szintén Angster József néven, aki 17-ben született, most lenne 107 éves. Én vele voltam szoros szakmai kapcsolatban, de már 14 éves korom óta. Közel 50 ember dolgozik a pécsi manufaktúrátokban. Egy picit engedj belátást abba, hogy, hogy milyen munkafolyamatok vannak, és egyáltalán milyen szakértelem kell ahhoz, hogy egy ilyen hangszert készítsünk. Az ember azt gondolná kisebb hangszeretnél, hogy hát valamilyen fa megmunkálás az alapja a dolognak. Egy orgona az milyen tudásokból vagy résztudásokból tevődik össze, mire jó lesz és megszólal az adott helyén. Hát egy kicsit mi olyanok vagyunk, mint a Székely bácsi, hogy mi mindent is tudunk, <laughs> meg mindenhez is értünk, <laughs> meg is magának ennek az orgonaépítésnek ez a sajátossága, hogy valójában tényleg a, egy ilyen 70-75 százalékban ez egy nagyon precíz faipari munka, és körülbelül egy 25 százaléknyit mondanák fény munkára, ami ón ónon feldolgozás, de van benne akár horgony, rozdamentes, acél, réz munkák, minden, ami ehhez kell, akár csak tengelyeket nézek, vagy különböző anyagokat. A faipari munka az, az is több része van osztva, tehát nálunk azért ennél a 40 fős nagyság, ez, 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 extrém nagynak számít a jellemzőek külföldön, és a 3-4-5 fős műhelyek. Néha, ha már 10-12-en dolgoznak, az már közép vagy nagy üzemnek számít. Nálunk ennyi embernél már külön van fasíp, csoport, fémsíp készítő részlegek. Mindegyiknek van egy vezetője, aki akinek a feladata, hogy hogy mindig a megfelelő anyagok időben ott legyenek, illetve a menzúrák, méretek, stb., Tehát a, és, és az a pár száz óra, ami ki van rájuk mérve, akár legyen ez egy ezer órás keret, az be legyen tartva. Mondtál itt már nagy számokat, hogy hány óra egy organa készítése. E, azt gondolná az ember, hogy az hogy egy lassú, több évig tartó folyamat, nyilván gondolom a templomba való beépítés, tervezés is a része ennek a folyamatnak. Azt árul el nekünk, hogy mitől lesz egy organa jó, és mondjuk a ti organáitok, Milyennek számítanak, hogyha lehet ilyet mondani szakmai szempontból? Van-e stílusa az orgonáknak? Tehát, hogy mik a fontosabb kategóriák, és mitől lesz valaki kiemelkedő ebben a műfajban? Olyan jellegű stílus, mint amilyen az előző több száz évben volt, az már nem jellemző, mert ma egy orgonaépítő cégtől elvárják, hogy akár különböző szakértők bevonásával valamilyen stílus, stílus hangszert építsünk. Tehát olyan nincsen, hogy hogy mi csak egy barokk orgonára vagyunk szakosodva, és hogyha nem olyan orgonát akarnak, akkor másik céghez mennek. Ez olyan, hogy ha barokk orgonát akarnak, azon belül is van több fokozat, vagy több nagyság, vagy több stílus, nem mindegy, hogy észak-német barokk, vagy dél-német barokk, stb. És akkor egy olyan jellegű hangszert megálmodik, mint egy szakértő, vagy egy egyházközség, és ezt szeretnék megvalósítani az ő templomukba, akkor mondjuk el kell menni tanulmányútra, és megnézni egy-két analógiát megnézni egy, egy mondjuk egy Gottfried Zilbermann építési stílusára hajazó megmaradt hangszereket, annak a hangját, a szerkezetét, az apró, aprólékos alkatrészeit, és akkor építünk egy olyan orgonát, hogyha ez a megrendelés. Uh -huh. Ugyanígy egy romantikus hangszer, vagy egy szimfonikus hangszer, vagy éppen csak egy egészen picikis kis kontinú orgona. Tehát több stílusban dolgozunk éppen ezért az anyagok is változnak, de maga a hang stílus is változik hangszerenként. A templomokon kívül és a koncerttermeken kívül is elképzelhető, hogy valaki orgonát szeret Népítetni. Nagyon kevés a magán készbelevő levő hangszer, ez egy borzasztó drága dolog. Tehát egy, egy sima hangszert, egy jó oboát, egy jó fagottot megvenni sem egyszerű zenésznek, de egy orgona annak a nagyon-nagyon sokszorosa. Létezik gyakorló hangszer itt ott háznál, nem is, van ahol nem is kicsi, de nem jellemző. Hát, a... illetve iskolákban Zeneakadémiákon. Igen, zenei iskolák. Ez, ez a, har az harmónium. a harmónium, a kis, kis gyakorló hangszer az orgoná előtt, vagy nem ez az össze? A harmónium már nem, inkább szerintem most már digitális orgonál, digitális az alternatíva, orgónál. igen. Végén uh -huh. a harmónium volt a kis testvér. Fönnak adtam ezen a részen, hogy az ár, és ez biztos, hogy sok, minden, sok mindenkit érdekel, és engem is, hogy nagyjából hogy képzeljük el egy több ezer órás munkafolyamat végére, egy orgona ára honnan, hova mozog, mettől, hát, meddig tart, hat, az egészen kicsi hangszertől kezdem, mondjuk van egy íróasztal nagyságú láda orgona, ez mondjuk 100 kg, ez tényleg egy ilyen kis íróasztalt kell elképzelni, abban benne van a motor, a klaviatúra, és mondjuk 240 darab síp nagyságrendileg. Tehát nem 500, meg nem 100, hanem 240 darab, négy regiszternyi. Ez a hangszer egy körülbelül ezer órányi munka. Néha kicsit kevesebb, mert változik a stílus, meg a mívesség. Néha egy kicsit több, 1000-1200 óra. Na ez a hangszer anyagokkal együtt kb. 10 millió forint nettó plusz áfa. Ez a legkisebb. És akkor, ahogy megyünk felfelé a nagy orgona felé, az ár az nem regiszter arányosan változik, hanem exponenciálisan. Ugyanis egy kis organában kis sípok vannak, és egy manuál klaviatúra, egy közepes organában már két-három klaviatúra van, sokkal többen a technika, már benne van esetleg nem egy, hanem két motor, vagy három motor, és a sípok mérete pedig nem csak, hogy nyolc lábas lesz, tehát két és fél méter lesz, hanem öt, vagy akár tíz méteres lesz. És így az ár, meg a belefektetett munka miatt egy nagy orgonak az ára arányosan akár tízszer annyi lehet. Tehát például egy műpát tudok mondani, ami most már több mint 20 éve, hogy elkövettünk, annak az ára akkor volt 2 millió euró. Azóta nagyon-nagyon fel nettóba. Üh, igaz, hogy akkor még csak 250 forint volt az euró, de hogyha ezt nézzük, akkor mai áron ez a hangszer biztos, hogy lenne egy 800 millió kötéle egy milliárd forint nettó, mert nagyon felmentek a réz, az ón, az alapanyag Anyagárak. árak is, <laughs> és a munkaerő sem lett olcsóbb. Van olyan hangszer, amire a legbüszkébbek vagytok? Szerintem mindegyikre, mert mindegyik másba volt jó. Valamelyik azért volt, azért vagyunk rá büszkék, mert nagyon különleges volt, és nagyon megizzadtunk vele. Volt, amelyik a nagysága miatt volt, ö, olyan, hogy megveregedhettük a saját vállunkat. Volt, amelyik a, a különleges tírusa, vagy a körülmények nehézsége, ellenére, de de célba értünk, tehát így, így mindegyik valamiért kedves. És megrendelés van, tehát a gyártás az gőzerővel megy. Megrendelésünk általában egy évet szoktunk látni előre, ha kevesebb, akkor kicsit már nekünk az nem jó, ha viszont sokkal több, mint másfél év, az meg már azért nem jó, mert infláció, vagy, vagy mennyibe fog kerülni, nem nehéz árat képezni. Ez az egy kötőjel másfél év. Ha ezen belül vagyunk, akkor nagyon jó. Neked van élményed, olyan élményed a hangszerükkel, ami, ami, amire emlékszel, vagy amit kiemelnél, hogy ú, ott az egy nagyon jó élmény volt? Milyen játszani ezeken az orgonákon? Hát a Kecskeméti Református templomba készült orgonájukat, azt szeretem. Ez egy nagyon jó mechanikus hangszer. Ugye? reformátusba? És hát a, a Pécsi Bazilikába, amit együtt építettünk, az is egy nagyon különleges élmény, mert az valami hihetetlen, olyat még életemben nem láttam, hogy egyik nap még ott állt egy gyorgona, majd elő első lépésben azt kibelezték, ott maradt türesen a szekrény, és aztán azt is elvitték, és újra betonozták az egész karzatot. Tehát ott semmi volt az valami félelmetes látvány volt úgy a karzatot látni, hogy nem, hogy parketta nincs, hanem látszik a boltívnek a teteje, ami alatta van. És akkor két év elteltével oda visszakerült az orgona. Nekem is egy nagy gyakorlat volt, nem csak lelki, hanem szakmai is, hogy egy négy regiszteres orgonán kellett két évig a Pécsi Bazilikában orgonálnom, de annál nagyobb élmény volt, mikor visszatért, és az országban elsőként készült lenti játszóasztal ehhez a hangszerhez, azóta már egyre több helyen van ilyen. Ez, amit de a akkoriban... templomban is láttuk, hogy lent van egy Igen, el... igen hát ez, azt gondolom, hogy ez volt nektek a prototípus, ami először elkészült, de hát ez egy, egy nagyon különleges dolog volt. Én már korábban játszottam ilyen hangszeren külföldön, Olaszországban, az nem volt ennyire modern és ennyire korszerű, ott már előbb elkészítettek ilyen táv játszóasztalokat, és hát Pécsett az egy egyedi élmény volt, amikor először lemehettem orgonálni, és lentről megszólaltattam a sípokat. Ugye gyakorlatilag a normál helyzetű hangszereknél az organista az egyetlen, aki nem hallja úgy a hangszert, ahogy a közönség. Na most ebbe az esetben, ha lent van a játszóasztal, akkor szerintem ez elképzelhetetlen bárkinek ez az élmény, hogy már 10 éve, húsz éve orgonál, és soha nem hallotta azt, amit a közönség jó föl lehet venni mikrofonnal, de hát ez nem ugyanaz. Arra gondolsz, hogy a vízhang, meg az idő, amire a hang leér, meg az akusztika annyira más? Hát abszolút, tehát teljesen más, sőt, még az is, hogyha ugye hangoláskor bemegy valaki az orgonába, és ott hallgatja a sípokat, teljesen más hangja van, mire már kiér a zorgona szekrényen kívülre, vagy még inkább mire leér a templom térbe. Tehát, hogy ez, ez, nagyon sokféle tud lenni, és hát ez nagyon nagy, ezt a kettőt emelném ki, azt gondolom. Lehetett titeket látogatni, hogyha valakit felkeltette az érde... valakinek felkeltette az érdeklődését, az orgonakészítés, készítés, nyitott műhely vagy -e esetleg valaki, aki erre a pályára vetődne vagy tévedne? Szoktunk csinálni ilyen nyílt napokat. Volt olyan is, hogy csoportokat engedtünk be. Most ezt éppen szüneteltetjük, mert borzasztóan tömött a műhelyünk. A számoltam valami 21 vagy 22 orgona van benne nálunk. Most például kritikus lenne egy iskolai csoportot fogadni, hát ha nagyon vigyáznak, is, komoly anyagi károkat lehetne okozni az, hogy feldöntenek valamit. Tehát most egy picit pihentetjük a dolgot, majd ha lesz több hely a műhelybe, akkor talán ismét elővesszük ezt a labdulisztériumot. A máskor nem az orgonák éjszakáján, rendszeresen működünk együtt, és akkor egy-egy csoport elmehet, mindig nagyon nagy erre a túljelentkezés ezekre a programokra. És majd a kameránkkal a Filharmonia Magyarország is elmegy, és szívesen megmutatja a nézőinek, hallgatóinak, hogy hogy néz ki az orgonakészítés. Köszönjük, hogy itt voltál, itt voltatok velünk. Ti meddig gyertek orgonakoncertekre, országosan több helyen is várunk benneteket a következő időszakban. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!